Két Fidesz-KDNP és képviselő nehezíteni az energiaitalokhoz való hozzájutást, elsősorban a kiskorúak számára. Csibi Sándor, az Energiaital Szövetség főtitkára a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és köszöntöm a kedves televízió nézőket. Egyet tudnak érteni a kormánypárti képviselőkkel abban a kérdésben, hogy a túlzott energiaitalfogyasztás az veszélyes lehet a fiatalokra? Több pontban is egyetértünk a képviselő urakkal. Egyetértünk abban, hogy a gyermekeinket valóban próbáljuk megvédeni minden veszélytől. Egyetértünk abban is, hogy az energiaital fogyasztás gyermekeknek nem ajánlott. De itt azonban álljunk meg egy pillanatra, hogy miért nem ajánlott az energiaital gyermekeknek. Elsősorban a koffein tartalom miatt. És a cukor. És a cukor miatt. Elsősorban, és hosszú-hosszú ideje az Energiaital Szövetség hirdeti azt, hogy gyermekeknek semmi nem ajánlott, ami koffein tartalmaz. Tehát se kávé, se energiaital, és se kóla. És az előbb már említette ugye a cukrot. Tehát azért talán kevesen tudják, hogy egy liter kólában pontosan annyi cukor van, mint egy liter energiaitalban. Két deci energiaitalban. Nem? Egy liter kólában annyi cukor van, mint egy liter energiaitalban. És egy liter kólában annyi koffein van, mint egy doboz, azaz 2,5 deci energiaitalban. A legalacsonyabb koffein tartalmúban, hogy ez a 30 mg, mert azért pont most délután direkt átballagtam a boltba, vettem egy ezüst színű terméket, és abban 96 mg koffein volt. Sokszor felmerül a kérdés, hogy valójában egy energiaitalnak, egy valódi energiaitalnak mennyi a koffein tartalma. Ez olyan 30 mg per 100 ml környékén mozog, ami azt jelenti, hogy egy doboz az 80 mg. Ez lefordítva, ez egy csésze presszó kávé a koffein tartalmának felel meg. Ki abból is attól függ. Jó, tehát tulajdonképpen egyetértenek ezzel. Milyen önkorlátozásokat terveznek akkor bevezetni annak érdekében, hogy a fiatalok ne juthassanak hozzá energiaitalhoz? Véleményünk szerint a tiltás az soha nem megoldás. Mi azt valljuk, hogy az edukáció, az oktatás, a nevelés az, ami célra vezethet. Tudjuk nagyon jól gyerekként is, hogy a tiltott gyümölcs mindig édesebb volt számunkra. És azt látjuk példaként, ugye évekkel ezelőtt bevezették, hogy az iskolai büfékben nem lehet kapni chipset, kólát, energiaitalt. És tulajdonképpen mit értünk el vele? Az, hogy a gyerekek ezeket a termékeket a szemben lévő boltban vásárolják meg. Mi tovább hát is... akkor itt a kiváló lehetőség, hogyha a boltokban nem vásárolhatnak 18 év alatti, akkor megoldódott a probléma. Tulajdonképpen, hogyha a tiltás felé vezetjük és visszük el ezt a dolgot, akkor továbbra is azt tudjuk mondani, hogy ne alkalmazzunk viszont kettős mércét, ne legyünk diszkriminatívak. Ha valóban azt mondjuk, hogy a gyermekeknek a koffein és a cukor az, amitől mindenképpen meg kell őket védenünk, akkor valóban legyünk következetesek, és valóban tegyük tiltólistára a kávét, a kólát és az energiaitalt is. Hát ennyire nem egyszerű, itt a mértékekről van a szó. Tehát ez olyan, mint a gyorshajtás kérdése autóval, hogyha normális sebességgel hajtok a városban, azon nincs gond, ha szágúdozok, akkor gond van. És ugye hát ön is tudja, hogy hát a gyerekek mértéktelenül isszák az energiaitalt. És mértéktelenül isszák a kólát. Azt csak az energiaitalnak sokkal nagyobb. Tehát abban egyetértünk. Most beszéltük meg, hogy háromszoros. Igen, abban egyetértünk, hogy amikor meglátunk egy gyermek kezébe egy doboz energiaitalt, annak mi sem örülünk. De vajon hányszor látjuk azt mondjuk egy családi rendezvényen, egy gyors étkezdébe, hogy literszámra isszák a gyerekek a kólát? Ez most nem erről és van szó, tehát ez önöket nem menti fel. De ez nem menti fel, de pontosan erről van szó, hogy mi abba az irányba szeretnénk elmozdulni, hogy a fontosabb az edukáció és az oktatás, valamint abba az irányba szeretnénk elmozdulni, hogyha valóban a koffein és a cukort kiáltjuk ki, mint elsődlegesen, amitől meg kell a gyermekeinket védeni, akkor legyünk következetesek. Ha most egyet kiiktatunk, ugye ön alapvetően három koffein és cukorforrást említett, a kávéban mondjuk nincs cukor, a kólában van, de hát ha már egyet az energiaitalokat kiveszünk ebből a körből, már hozzájárultunk ahhoz, hogy a gyerekeink egészségesebbek legyenek. Tehát ezzel nehéz vitatkozni. Ezzel nem is mi nem szeretnénk vitatkozni. Mi csak egyszerűen azt mondjuk, hogy a koffein élettani hatása legyen az bármiben, kólában, kávéban, energiaitalban, mindenben ugyanaz. És kétségtelen, hogy a gyermekeknek nem ajánlott a koffein fogyasztás. És az is kétségtelen, hogy a gyermekeknek az éberséget nem a koffeinnek, hanem a pihentető alvásnak kell biztosítani. Nagyon fontos dolog még, és ezt is hagyj emeljem ki talán,
hogy valójában az energiaitaloknak mi a rendeltetése, kiknek készült. Az energiaitalnak a rendeltetése az, hogy gyorsan adjon energiát és éberséget sok vitamin kíséretébe. Az egészséges felnőtteknek készült. És koffeinfogyasztás szempontjából, hogy mennyi fogyasztható el, arra az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 66.531 emberen elvégzett kutatása a leghitelesebb információ. Akkor mivel magyarázza azt, hogy fiatalok tömegével szoknak rá az energiaitalra, és arról számolnak be, hogy nagyon nehezen tudják abba hagyni. Most direkt kigyűjtöttem ilyen kommentelőket. Én epilepsziás rohamot kaptam tőle, amikor elhagytam. Több mint 10 évig voltam függő, imádom az ízét, ha ma mellettem valaki iszik, szagolgatom. Rendszeresen ittam, nem tudtam nélküle koncentrálni, tanulni, szinte élni sem. Ezt írják a fiatalok az energia. Kóláról nem írnak ilyeneket. Ezek a függőségek, ezek a koffein függőségek. Na, de a kóláról nem írnak ilyeneket. Bizonyára lehetne találni ilyen információkat is, és ha utána néznénk, a kólával kapcsolatban is ugyanezek megállapíthatóak, már csak azért, ahogy az előbb említettem, a koffein élettani hatása mindenben ugyanaz. Sőt, tovább megyek, még a teában és a csokoládéban. Ön azt mondta, hogy edukáció. Milyen önkéntes kötelezettségvállalást tesznek akkor most önök, hogy edukálják a fiatalokat arra, hogy ne fogyasszák az önök termékeit? Az első lépés, hogy minden energiaital dobozon fel van tüntetve, hogy gyermekeknek nem ajánlott. A második az, hogy Ez mert kötelező azért van rajta. Igen, tulajdonképpen kötelező, de ez egy olyan információ, ami a kólán például nincs feltüntetve. A kólára nincs ráírva, hogy koffein tartalmaz, és nincs feltüntetve, hogy gyermekeknek nem ajánlott. Az energiaitalra rajta van. Akkor kérdezem én, miért a kólára, miért nem írják rá? A mértékek miatt, tehát megbeszéltük az előbb. De a mértékkel kapcsolatban nem tudjuk azt mondani, mert hiszen a Tehát ez önöket nem mentesíti. Tehát tele van az internetet, megnyitom, tele van influencerekkel, akik azt mondják, hogy az energiaital ilyen jó, olyan jó, ilyen tapos versenyeket rendeznek, a hétköznapi hősök kampányt hirdetnek, mindenki fantasztikusan jól érzi magát az energiától. Legalább néhány influencert állítsanak be, aki arról beszél, hogy figyelj ide, apukám, ezt ne ígyed, ha 18 év alatti vagy, mert nem jó neked. Elképzelhető, és mi rendszeresen jelentetünk meg is közleményeket, rendszeresen írunk cikkeket, amiben minden egyes alkalommal ezt kihangsúlyozzuk, hogy az energiaital gyermekeknek nem ajánlott, ugyanúgy, ahogy a kávé és a kóla sem. Azért ez nem jut el tömegekhez. Csibi Sándor, köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Hogyha keretrendszeren belül használja valaki, akkor abból biztosan nem lett baj. Ugye azok a hírek, amelyek az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban a napvilágot láttak, mindenről szól, extremitásokról, szélsőséges dolgokról. Napi 6-ról, 8-ról, 10-ről, 12-ről, ami abszolút mértékig nem normális. Én úgy gondolom, hogy a tiltás az mindenképpen rossz. A felvilágosítás, az erről szóló kommunikáció az, ami valójában ér tulajdonképpen valamit. Ma van egy olyan konszenzus, szakmai konszenzus, hogy 14 éves kor alatt senkinek nem javasoljuk az energiát. Tehát ők még alacsony testsúlyúak, nagyon jelentős módon fejlődik a szervezetük. Ez most nem azt jelenti, hogy ő megkóstolta, akkor itt a vége, a puss elvéle, és jövő héten már megyük a temetőbe. 14 és 18 év között napi egy doboz energiaitalnak nincsen negatív hatása. Nacsa Lőrinc, KDNP frakció vezetőhelyettese. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön ennek a bizonyos javaslatnak az egyik beterjesztője. Itt a lehetőség, hogy reagáljon mondjuk először Zaher Gábor szavaira, aki azt mondja, hogy ez tök normális. Hát alapvetően orvos szakmai konszenzus van abban, hogy a koffein, magas cukor, ugye korán taurin, sokféle kémiai összetevőt tartalmaztak az energiaitalok, ez nem jó a fiataloknak. A fejlődőben levő szív- és érrendszernek nem tesz jót. Nem tesz jót, mert hosszú távon szorongáshoz, depresszióhoz, alvás, zavarhoz vezethet. Később akár felnőtt korban a nagyon fiatalon elfogyasztott magas számú energiaitalnak köszönhetően akár szívritmus zavar, bármilyen 40-50-60 éves korban majd akár előjöhetnek ezek. Illetve abban a pillanatban, amikor ezeket elfogyasztják, akkor az iskolában is nyilvánvalóan hatással van a viselkedésre, vagy felpörgeti őket, vagy hogyha ez kiürül a szervezetükből, ahogy az a koffein lenni szokott, akkor meg akár elalszanak, vagy alvás közeli állapotba kerülnek. Itt hallgattam a főtitkár urat, egy dologban egyetértek vele, tényleg nem ajánlott kiskorúaknak az energiaital, és az Energiaital Szövetség is meg kell hagyni, hogy többször közleményben kihangsúlyozta, de azért vitatkoznom is kell vele. Tehát azért, mert ő tud mondani más egészségtelen ételeket, italokat, attól az energiaital az egy káros dolog,
az gyermekek számára. 18 év alatt fejlődésben lévő szervezetre nincsen jó hatással, ebben alapvetően orvos szakmai konszenzus van, és azért, mert ő föl tud szólni más, egyébként egészségtelen ételeket, italokat, attól még nekünk foglalkoznunk az energiaitalok kérdésével, mert az energiaitalok kapcsán, ha megnézzük a statisztikákat, akkor mentők jelentései szerint, riportok szerint évi átlag 100-120 eset van, ahol kiskorakat visznek be a mentők azért, mert túlzott energiafogyasztás volt előtte, és emiatt valami probléma volt, kórházba kell szállítani. Tavaly sajnálatos módon történt haláleset is ebben az ügyben. Idén egy 18 éves, már éppen 18 éves elmúlt, de egy két gyermekes édesapa halt bele a túlzott energiát a fogyasztásba, tehát itt lépni kell. A hangsúly a túlzáson van. Ugye a főtitkár úrnak az egyik fő problémája az az, hogy ő úgy érzi, hogy kettős mércét alkalmaz ez a szabályozás, hogy akkor más koffeintartalmú termékekre is ki kellene terjeszteni. Van ilyen elképzelésük? Ugye most mi ezt a javaslatot a frakciószövetség elé tártuk. Azt kértük a frakciószövetségünktől, Fidesz-KDNP frakciószövetségtől, hogy nézze meg a javaslatunkat, fontolja meg, hogy ez a tiltás, ez szerintük is helyese, ahogy mi ezt Hollik István képviselőtársammal gondoljuk. A frakciószövetség népjóléti kabinete fog először ezzel foglalkozni, az ott lévő képviselők, akik ilyen témában jobban jártasak, orvosok is vannak közöttük, és így tovább, ők fogják megnézni először a javaslatot, és aztán az egész frakciülés. Én azt remélem, hogy a frakció ezt támogatni fogja, ezt a javaslatot, én azt remélem, hogy ez ezután mi hamarabb a parlament elé kerülhet. Ott is azt remélem, hogy a kormánypártoknál akár szélesebb támogatást is kaphat. Látjuk azt, hogy a világban az elmúlt években is megnőtt a kiskorúak, serdülők és kisgyerekek, akár 10 éves korban is már az energiafogyasztás. Látjuk azt, hogy az Európai Unió például az Európai Parlamentben olyan irányelvet fogadott el, hogy ami felkéri a tagállamokat, hogy a magas koffeintartalmú italok esetében dolgozzanak ki külön nemzeti szabályozást a kiskorúak esetében, és látunk olyan európai uniós országokat is, meg Európához közel lévő országokat is, ahol van törvényi szabályozás a kiskorúak esetében, Lettország, Litvánia, Norvégia, Egyesült Királyság, Észtország és így tovább. Tehát az önök fejében körülbelül egy olyan megoldás körvonalazódik, mint a dohánytermékek vagy az alkohol tekintetében, hogy 18 év alatti ne vehessen. Megfontolták azt, hogy érdemes lenne esetleg egy edukációs programot is indítani, hogy a szülő se vegye meg a gyerekének az energiáit. Tehát én magam is láttam, hogy egy 8 év körüli kislánynak az anyukája vett 3 kiflit és 2 energiáit, és azzal indította el az iskolába. Természetesen. Itt nagyon hasonlóan az alkoholokhoz. Ugye ott is már régóta konszenzus van a társadalomban, hogy az alkohol nincs jó hatással a kiskorúakra, káros. Ezért történt már hosszú évtizedekkel ezelőtt az a tiltás, hogy ők nem vásárolhatnak ilyen terméket, és nem fogyaszthatnak ilyen terméket. Mi ahhoz hasonló szabályozást szeretnénk az energiaitalokra. Az edukációs kampány az természetesen mindig kíséri az ilyen törvényjavaslatokat, az ilyen témát. Szerintem nagyon fontos, hogy már most is a tegnapi bejelentésünk óta sokkal több cikk születik ebbe a témába, sokkal többen orvosok szólalnak meg, halljuk a pro és kontra érveket, mert fontos, hogy a szülőkhöz is eljussanak akár azok az orvosi jelentések, amik, beszéltem olyan orvosokkal, akik ápoltak olyan kiskorokat, 14-15 éves fiatalokat, akik emiatt kerültek a kórházba. Látjuk azt, hogy történnek sajnos tragédiák is szerte a világban. Legutoljára pont Kanadából, Amerikából, Egyesült Királyságból jelentették azokat az eseteket, hogy az iskolában összeesett és meghalt a gyermek azért, mert túlzott energiaitalt fogyasztáson. Mi azt gondoljuk, hogy lépni kell. Mi ezt pusztán gyermekvédelmi szempontból tartjuk fontosnak. Nem gazdasági hatását nézzük, nem. Mi azt látjuk, hogy van egy helyzet, ahol a gyermekeinket veszély éri, és hogyha egy gyermekeinket veszély éri, akkor nekünk ott tennünk kell, ott van feladatunk, ott a törvényhozásnak van feladata, ezért mind a ketten 3 gyermekes édesapaként gondoltuk azt, hogy ebben az ügyben ki kell állni. Lehet, hogy érdemes lenne a szövetséget bevonni. Én egyfajta nyitottságot éreztem, hogy ebben részt vennének. Strasbourgban beszéltünk ugye az adás elején már a migrációs csomagról, de hát közben elfogadtak egy másik szabályzást is, a médiaszabadság kérdésével kapcsolatban. Vera Jurova azt mondta, hogy nagyon kemény fellépésre számíthat Magyarország. Ugye szeretnének alkotni egy uniós média törvényt, vagy média szabályozási csomagot. A média szabadság kérdése lehet a következő terület, ahol összecsaphat Magyarország és Brüsszel egymással? Ugye első ma kezdődött ez a történet, már 2011 óta folyamatosan minden évben elmondja Brüsszel, hogy most halt meg a magyar sajtószabadság, és mindig újra és újra elmondják. A viccet félretéve
alapvetően szerintem lenne dolga az Európai Uniónak ebben a területen, csak mondjuk Németországba keresném a probléma gyökerét például, ahol ténylegesen nagyon sokszor bizonyos ügyekben nincsen médiaszabadság, vagy nincsen sajtószabadság. Magyarországon sajtószabadság van, médiaszabadság van, mindenki azt ír le, amit akar. Például az Önök tévéjében az elmúlt 10 percben két álláspont ütközött az energiaitalokkal kapcsolatban, de bármi más viták is, ebben a stúdióban is, és máshol is történnek. Bárki bármit leírhat, bárki bármit nyilvánosságra hozhat. Sőt, én azt látom, hogy alapvetően az a liberálisoknak a nagy baja, hogy Magyarországon nem az ő vélemény hegemóniájuk van, nem kizárólag liberális véleményt lehet a sajtóban elolvasni, ez elhiszem, hogy zavarja őket, de még mindig nagyon nagy számban, és mindig óriási eléréssel és olvasottsággal rendelkeznek sok olyan médium, aki néha egyetért valamivel a kormányban, valaki nem ért egyet a kormánnyal, ezzel semmi gond nincs. És nagyon kemény szabályokat terveznek bevezetni azzal kapcsolatban, hogy például az állami reklámköltéseknek maximálnak hány százaléka mehet bizonyos médiumokhoz, vagy a tulajdonosi szerkezetet. El tudják önök fogadni ezt a szabályzást? Hát lehet, hogy szükség lenne arra, hogy Brüsszelben a brüsszeli fő politikai lapoknak ne amerikai tulajdonosaik legyenek, hiszen az nem biztos, hogy egyezik az európai érdekkel, hogyha amerikai tulajdonos mondja meg, hogy Brüsszelben hogy kell táncolni, ő fütyüli a nótát, és úgy táncolnak Brüsszelben. Lehet, hogy ennek van relevanciája, de természetesen, hogyha ilyet terveznek, az egy durva beavatkozás minden tagállamnak a belügyeiben. Ráadásul a média tulajdonviszonyai az nem is a politikán múlik, az pusztán üzleti kérdés. Abban szerintem a politikusoknak nincsen beleszólása, hogy egy tévének, egy rádiónak, egy online médiumnak ki a tulajdonosa, ki alapít egyet, ki mit ír. Ebben a politikának semmi keresni valahogy nincs, ez üzleti kérdés. Látszik, hogy az Európai Parlament egyre kétségbe esettebb, közelednek az európai parlamenti választások. Ráadásul a gyenge Európai Parlamentre és a gyenge európai intézményrendszerre egyszerre érkeztek rá a kihívások. A Covid utáni kilábalás, az orosz-ukrán háború, az ebből keletkező energiaválság, a szankciók elhibázottsága és az ebből keletkező gazdasági válság. Túl nagy nyomás van, túl sok válság, egy válságot sem volt képes az elmúlt 10 évben kezelni Brüsszel, nemhogy egyszerre 5-6-ot, és ilyenkor pótcselekvés történik és politikai támadás. Nagy Lőrincnek nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.